Az M5-ös felhajtó előtt 100 méterrel útfelújítási munkákra kell számítani a közlekedőknek a régi 5-ös főúton. A Magyar Közút Nonprofit ZRT kommunikációs osztályának közlése szerint a főúton a 77-es és 74-es kilométer szelvények között a szélső sávban április 28-án észlelték, hogy a folyamatos esőzések következtében egy nap alatt több kátyú jelent meg. A nagyméretű kátyúkat még aznap ideiglenesen javították, azonban a burkolat teljes javítását a szükséges pontos felmérés, illetve a folyamatban lévő munkák átcsoportosítása miatt csak tegnap kezdhették el. A burkolatjavítás munkálatai nagyjából 2-3 munkanapot vesznek igénybe. Az aszfaltozás után a sávzárást elbontják, és az útszakaszt visszaadják a forgalomnak. Az autópálya irányából a város felé haladó autósoknak egy új balra kanyarodási lehetőségre is figyelniük kell. A régi 5-ös belső sávjában terelőnyilakat és forgalomtól elzárt területjelzést is felfestettek. Erre a nagyszámú teherautó miatt volt szükség, amelyek az M44-es gyorsforgalmi út építéséhez szállítják a sódert, tudtuk meg a helyszínen az egyik sofőrtől. Az ideiglenesen kijelölt kanyarodási sáv nélkül a pár percenként érkező járművek feltartanák a belső forgalmi sávot, az álló teherautók miatt így a baleset veszélyes helyzetek elkerülhetők. A szakaszon jelenleg 60 km/h sebességkorlátozás van érvényben az útszűkület miatt.